Az őszi fordulók utolsó meccse következett, a Soroksár vendége az idei év meglepetés csapata, az újonc PMFC volt. Vas László csapata egy esetleges győzelemmel a tabella második helyére is ugorhatott volna, míg csapatunk azért küzdött, hogy a legjobb hétben maradhasson. A mérkőzést Molnár Attila vezette, asszisztensei Varga Gábor és Vörös Dániel voltak. Szerdán úgy kezdtük, hogy a mi meccseinken nagyon sokszor előfordul a korai gól, van, hogy mi, van, hogy az ellenfél szerzi. A tendencia folytatódott, és most mi voltunk a szenvedő fél. Futó Zsombor fejelt át Varga Ádám fölött a labdát. Kapusunk kimozdult a kapujából, aztán megtorpant, és ennyi pont elég volt a pécsi csapatkapitánynak, hogy a kapunkba fejelje a labdát. Harmadik perc, Óváriban akadt el Valencsik labdája. A pécsi támadó aztán a kapusig vezette a labdát, de elakadt Vargában a próbálkozás. 13. perc, egy taktikai falt, Rácz László húzta vissza Oroszt, amiért sárga lapot kapott. Jöhetett a szabadrugás, amit Gengelicki csúsztatott meg, végül Lovrencsics próbálta kapura fejelni, de akadályozták támadónkat. 19. perc, nagy bedobással jöhettek a vendégek, az előbb sárgát kapó Rácz pedig a kapusunkat akadályozta, majd pedig a kezéről a kapunkba jutott a labda. A játékvezető a partjelző segítségével vette észre az esetet, kifele jöhetett a szabadrugás, majd eltelt jó 20 másodperc és újabb sárgát adott a pécsi játékosnak, aki így mehetett zuhanyozni. Érdekes eset volt ez. A vendégek 70 percig kénytelenek emberhátrányban játszani. Az első félidőben nem nagyon tudtunk helyzetet előteremteni, mindössze ezt az orosz próbálkozást jegyezhettünk fel. Igaz, a 39. percben hatalmas esély nyílt az egyenítésre, szerető passza után orosz gólt szerzett, de les miatt érvénytelen volt a találat. A 40. percben pedig a vendégek edzője is besárgult. Nem telt el egy perc se a második játék részből, és a játékvezető újabb sárgát osztott ki a vezetőedzőnek, Vas Lászlónak, aki így kénytelen volt elhagyni a kispadot. 50. perc, egy kifejelt labdára Pászka csapott le, és egy pattanás után kemény lövést eresztett meg Helesfai kapujára. A pécsi kapus szögletre ütötte a bombát. Három perccel később pedig Csernik fejesét fogta a kapus. 55. perc, óriási helyzet maradt ki, derekas megpattanó lövését ütötte ki a léc alól a vendégkapus. Középpályásunk kemény löketet küldött kapura. 59. perc, ritka pécsi helyzetek egyike, Sági lőtt kapura egy labdát. Egy óra játékot követően kettős cserét hajtunk végre, Hudák és Gárdos váltja Huszákot és Szeretőt. Azonban rossza fordult a sorsunk két perccel később. Kónya cselezte át magát Gengelickén, középhátvédünk pedig nem tudott más tenni, szabálytalankodott, azonban az a 16-oson kívül történt, a játékvezető viszont ennek ellenére büntetőt ítélt, pedig a lassításon jól játszik, hogy szabadrugás járt volna, nem 11-es. És jöhetett a progresszív büntetés is, egyből piros lapot kapott játékosunk. A 11-es pedig a sértet maga biztosan értékesítette is. Ha lettek volna nézők, akkor valószínűleg sokan hazaindultak volna, és nem látták volna a fordulatot. Pászka visszaszerezte a labdát, majd tökéletesen adott be, a csereként beállt Gárdos András pedig szép fejessel visszahozta a meccsbe csapatunkat, és visszaadta a reményt is, hogy van még itt keresni valunk. Nagyszerű volt a fejes, a kapus a rövidre várta a labdát, de támadónk okosan a helyére visszafejelt. Nyolcvanegyedik perc, Pászka újabb beadásá után egy tökéletes ipponnal földre vitték Tóth Dominikot, majd Gárdos óriási lövése a kapufát találta telibe. Érdemes visszanézni a lassítást, egy hete az Ajka ellen ezért jóval kevesebbért ítéltek büntetőt ellenünk. Jöhetett a szöglet, Gárdos beadása után úgy tűnt felszabadítanak, de visszapattant a mezőnybe labda, Hudák pedig Lovrencsicshez passzolt, de Preklet a gólvonalról állva tudott tisztázni. Hihetetlen, mit úsztak meg a vendégek. 85. perc, Gárdos sokadik jó szöglete végül már gólt ért, derekas remekül fejelt a kapu bal oldalába. Ezt már nem tudta fogni Helesfai.
94. perc Pászka előrevágott labdája után egy brutális könyökös, Cserniket öklelte fel futó, de nem járt ezért semmi, és le is fújta a találkozót a játékvezető. Így maradt az igazságos döntetlen, a sírból hoztuk vissza legalább az egyik pontot. Soroksár SC, PMFC, 2-2. Ahogy elkezdtük a mérkőzés, az rendben volt, tehát nyilván a mérkőzés elején szerzel egy gólt, az abszolút azt mondom, hogy lökést ad. Nem láttam igazából problémákat, dolgoztuk, csináltuk azt, amit terveztünk, és ugye nyilván a kiállítás kicsit áthúzta a számításainkat, innentől kezdve ugye fél időben még rendszert is váltottunk, és igazából azt mondom, hogy kidolgozott helyzete, nagy helyzete addig nem is nagyon akadt az ellenfelünknek, bár nyomás alá tettek, abszolút birtokolták a labdát, abszolút fölénybe voltak, fölénybe játszottak, de ez nyilvánvaló volt. És amikor megrúgtuk a második gólunkat, és az ellenfélből is kiállítottak egyet, akkor történt az, aminek nem kellett volna igazából. Onnantól kezdve úgy gondoltuk, hogy zsebben van a mérkőzés, és meg lesz. Jöttek azok a hibák, amik úgy gondolom kicsit gondolkodásra adnak majd okot a jövővel kapcsolatosan, és meg kell, hogy mondjam, megérdemelten egyenlített a Soroksár, úgyhogy összességében egy igazságos eredmény született. Hát elsősorban úgy láttam a mérkőzés, hogy egy nagyon jó csapatot fogadtunk, és ezt tudtuk, hogy eddig az NB2-ben a legkevesebb gólt kapták, és tudtam, hogy nagyon jól védekeznek, és ez így is volt az egész mérkőzés során. Én csalódott vagyok, hiszen mikor kiállították a játékosokat a 20. percbe, sokkal gyengébben játszottunk. Tehát akkor kellett volna sokkal jobban játszani, és talán az első fél időben egyenlíteni. Ehelyett megint csináltunk egy butaságot, megint megkaptuk a 11-est, és 2-0-ra vezetett az ellenfél. Viszont a pozitív, meg szinte megint ugyanaz, hogy vert helyzetből, 2-0-ás vagy 0-2-es állásból a csapat föl tud állni, és így tud menni, úgyhogy ezért vagyok bosszantó egy picit, ezért ez a mérkőzés, hiszen hogyha amelyik csapat így tud menni az utolsó 30 percbe, azt nem tudom megérteni, hogy az első 60-ba hol tartózkodik úgy, hogy egy játékossal többen vagyunk. Tehát ezek nekem mindig furaságok, de mondom még egyszer, a 30 perc, az utolsó 30 percben dicséret illeti a játékosokat, hiszen utána még voltak helyzetek, hogy tudtuk volna megnyerni a mérkőzést. Ebben a mérkőzés ennyi volt, tudtam, hogy egy nagyon jó csapatot fogadjuk, és hát sok sikert kívánok nekik, hogy érjék el a céljaikat, úgyhogy mi pedig nekünk is tanulságos ez a mérkőzés, tanulni kell belőle, és ezt a hátra lévő két mérkőzést azt kell hozni becsülettel.